bizonyítani is akartam, meg vágy is volt bennem, volt a fekete-fehér Yunus TV a kiszobába, ment a szomszédok, vagy valamelyik nagyon komoly alkotás, és én közben megcsináltam 100 feküdtem, azt meg 100 felülést edzés után otthon fekvés előtt. Mert azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni, azt nem tudom, hogy mi kell hozzá, nincs egy ilyen paraméter, egy ilyen skála, hogy ha leérettségiztél, és fölvetek egy egyetemre, és lediplomázol, akkor te egy diplomás ember vagy, ezt így lehet mérni, lehet úgy, de azt, hogy olimpiai bajnok, hogy leszek, milyen út vezet oda, azt nem tudom. Tehát akkor, mint Chuck Norris, hogy hány fekvőtámaszt megcsinál az összeset, és hogy mit kell tenni azért, hogy olimpiai bajnok legyek, mindent. És én így voltam vele, vasárnap délelőtt beraktam a videókazettán a Fradi Újpest vízilabda meccset, és akkor néztem, hogy mit csinálna. Ott voltam meccseken, csörgettem a sörös dobozba a kavicsokat. Tényleg egy ilyen fanatikus voltam, amellett, hogy persze volt biciklizés nagymamám még telkén, a Dunaparton, a 13-4 évesen már csajoztam, tehát volt barátnőm. Aztán rájöttem, hogy én milyen magas lettem és szégyenlős lettem, aztán nem volt egy-két év idejem. Kisebb-nagyobb megszakításokkal normális gyerek voltam azzal, hogy sokkal elszántabb voltam és tudatosan, mint mások. És így utólag durva visszagondolni, akkor olyan természetesnek tűnt, hogy én járni akarom az utamat.